képviselők által benyújtott előterjesztés, az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi 32. törvény módosításáról szóló téper 2358. számon Karácsony Gergely LMP és más képviselők által benyújtott előterjesztés, a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi 20. törvény módosításáról szóló téper 2360. számon Karácsony Gergely LMP és más képviselők által benyújtott előterjesztés, az egyes alkotmánysértő felmentési szabályok módosításáról szóló téper 2387. számon Kaufer Virág és Szilágyi Péter LMP képviselők által benyújtott előterjesztés, a Gazdasági Bizottság a válságkezelési számláról és a jelzáloghitel adósok helyzetének megsegítéséről szóló téper 2644. számon Ercsei Katalin LMP és más képviselők által benyújtott előterjesztés tárcsorozatba vételét elutasította. Köszönöm. Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Vágó Gábor képviselő úr, továbbá 78 képviselő az MSZP, a Jobbik és az LMP képviselőcsoport részéről a Lakáshitelesek válságban megoldások rövid és hosszú távon címmel politikai vita megtartását kezdeményezték. A politikai vita kezdeményezésére irányuló indítványt V-per 2806-os számon kapták észre képviselőtársaim. Engedjék meg, hogy ismertessem a vita menetét. Elsőnként majd a kormány képviselőjének nyilatkozatára kerül sor, összesen 30 perces időkeretben. Ezt követően az egyes képviselőcsoportok vezérszónokainak felszólalása következik, 20-20 perces időkeretben. Utána jönnek először az írásban bejelentkezett képviselőtársaink, majd pedig akik gomnyomással kérnek szót. A frakciók, illetve a független képviselők rendelkezésére álló időkeret terhére. Az üléstermi információs táblán az érdeklődők folyamatosan figyelemmel kísérhetik az időkereteknek a felhasználását. Végül a kormány képviselője 15 percben válaszolhat a vitában elhangzottakra. Tisztelt képviselőtársaim, szeretném önöket emlékeztetni a házszabály egyes rendelkezéseire, amelyek az időkeretes vita szabályait tartalmazzák. A vita közben felszólaló kormánytag beszédideje a kormánypárti képviselők idejébe számít be. Vita közben a kétperces felszólalásokat a személyes érintettségre történő reagálás kivételével bele kell számítani az adott frakció időkeretébe. Az ügyrendi felszólalásokat viszont nem kell beleszámítani az időkeretbe. Tisztelt képviselőtársaim, arról is szeretném tájékoztatni önöket, hogy az időkeret felhasználását időmérő szoftveren rögzítjük. Kérem a jegyző urakat, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a felhasznált időtartam számítógépes rögzítését. Mielőtt megkezdenénk a vitát, tisztelettel felkérem Göndör István jegyző urat, hogy ismertesse az egyes időkereteket. Tisztelt Országgyűlés! A javasolt 4 óra 20 perces időkeret megoszlása a következő. A Fidesz képviselőcsoportjának 88 perc, az MSZP képviselőcsoportjának 52 perc, a KDNP képviselőcsoportjának 42 perc, a Jobbik képviselőcsoportjának 46 perc, az LMP képviselőcsoportjának 30 perc, a független képviselőknek pedig 2 perc áll rendelkezésre. A frakciók részére biztosított időkeretek magukba foglalják a 20-20 perces vezérszónoki felszólalások idejét is. Szépen, jegyző úr, hallhattuk, tisztelt képviselőtársaim, az időkereteket. Tisztelt képviselőtársaim, most a kormány vita indítójára kerül sor 30 perces időkeretben. Tisztelettel kérdezem Cséfalvai Zoltán államtitkárot, hogy a helyéről mondja el a vita indítót, vagy a pulpitusról szándékozik elmondani. Államtitkár úr jelezte, hogy a pulpitusról, kérem fáradjon a emelvényre.
Köszönöm szépen, államtitkár úr, öné a szó, parancsoljon. Körül, mint említettem, öné a szó, parancsoljon. Kérek, államtitkár úr, egy kis technikai hiba következett be, a kártyáját nem helyezte el a helyén, valószínűleg, úgyhogy kérem, fáradjon vissza a helyére, helyezze el a kártyáját, és ha a kártyáját elhelyezte, akkor tud indulni az időmérő szoftver. Rendben van, köszönjük szépen. Bár nálam a monitor még nem jelezte vissza, most már visszajelezte, hogy a kártya a helyén van, úgyhogy államtitkár úr, innen indul az ön 30 perces időkerete, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót még egyszer, tisztelt elnök úr, és elnézést a technikai problémáért, tisztelt ház. Ennek ellenére úgy gondolom, annak érdekében, hogy a mai vitanapon valóban érdemi vita születhessen, négy alapvető kérdésre kell választ adnunk, és négy alapvető kérdést kell tisztáznunk. Az egyik, hogy hogyan jutottunk ide. Milyen lakáspolitika vezetett a lakáshitelesek válságához? A második kérdés, mit tett eddig a kormány azért, hogy a probléma ne ismétlődhessen meg újra? Harmadrészt pedig az is kérdés, mit tervez a közeljövőben a kormány annak érdekében, hogy enyhítse a lakáshitelesek helyzetét. Végül választ szeretnék adni arra is, milyen hosszú távú lakáspolitikát kíván felépíteni a kormány. Nos, az első kérdés adandó válaszhoz vissza kell mennünk az elmúlt évtized elejére. Az első Orbán kormány politikájának középpontjában, akárcsak a jelenleginél, a családok álltak. Az volt a célunk, hogy akik családot szeretnének alapítani, vagy bővíteni szeretnék családjukat, vagy kisebb lakásból nagyobb lakásba kívánnak költözni, ezt szabadon megtehessék. Ezzel az indítatással hozta létre az akkori kormány a jelzálog hitelezési rendszert, és ösztönözte annak elterjedését. Ezzel a döntéssel a kormány elősegítette, hogy a lakáshiteletek kamatai az akkori 25-30%-ról 4-5%-ra csökkenjenek, ami egyúttal biztosította a pénzintézetek számára is a biztonságos hitelnyújtás lehetőségét is. Nos, a lakáspolitikának és a lakásépítésnek az igazi lökést mégis a 2000-ben indult első Széchenyi terv adta, amely 7 prioritása között szerepeltette az otthonteremtési programot. Az első Széchenyi terv világosan fogalmaz. A lakáspolitika alapvető feladata a differenciált támogatási rendszer kidolgozása és megvalósítása, és ezáltal annak elősegítése, hogy minden társadalmi réteg számára belátható időn belül lehetővé váljon az élethelyzetének és jövedelmi színvonalának megfelelő lakáskörülmény kialakítása. Úgy gondolom, ezek a célok ma is vállalhatók. Az otthonteremtési program lelke az állami kamattámogatási rendszer volt, amivel a kormány lényegében megteremtette a kereskedelmi bankok hozzáférését és érdekeltségét is az államilag támogatott hitelek közvetítésében. Ebben a rendszerben az új lakásoknál 5%-os, a használt lakásoknál pedig 6%-os kamatplafon kerül bevezetésre, a kamat maximum hosszú távú 20 évre való garantálásával. A lakástulajdon előmozdítása mellett elindult az államilag támogatott bérlakásépítési program is, így 2000 és 2004 között több mint 12 000 bérlakás épült zömében az önkormányzatok szervezésében és lebonyolításában. Az otthonteremtési program eredményei önmagukért beszélnek, 2000-ben már több mint 31 000 új lakás épült, kimozdítva ezzel a lakáspiacot a holpontról. Most 2002-ben hivatalba lépett Medgyessy kormány az úgynevezett jóléti rendszerváltás keretében felelőtlen költegetésbe kezdett, amit nem fedezett a gazdasági növekedés hozadéka, így a makroegyensúly rövid idő alatt felborult. Erre válaszul azonban még veszélyebb lépést tettek, az infláció felpörgetésével próbálták meg eltakarni a költségvetési hiányt. Mivel a magasabb infláció magasabb piaci kamatokat eredményezett, ezért 2003-ban eltörölték a kamatplafont,
Majd további lépésekkel, mint az áfa visszatérítés eltörlése, a kedvezményesek igénybe vehető építési hitelek nagyságának szűkítése, és az SZIA kedvezmények csökkentése, gyakorlatilag felszámolták az államilag támogatott forint alapú kedvezményes lakáshitelezést. Az első Orbán kormány otthonteremtési programjának felszámolását ideológiai érvekkel indokolták. Nevezetesen azzal érveltek, hogy az állami kamattámogatás a tehetősebb rétegeknek kedvez, ami véleményük szerint igazságtalan. Ugyanazzal a szocialista szociális demagógiával érveltek, mint amivel jelenleg a 16%-os egykulcsos arányos személyi jövedelemadót is bírálják. A rendszer a gazdagokat jutalmazza a szegények rovására. Elfeledkezve arról az alapvető tényről, hogy az igazságosság a lakásrendszerben nem újraelosztás, hanem mobilitás kérdése. Annak kérdése, hogy idővel mindenki életkörülményeinek és családi állapotának megfelelően előbbre léphessen a lakásrendszerben, jobb és nagyobb lakásba költözhessen. Sőt, a lakáspiacot éppen ez a felfelé húzó mobilitás tartja fenn. Ezért teljesen elhibázott minden olyan lakáspolitika, amely csupán a leghátrányosabb helyzetű rétegek lakáshoz jutására koncentrál, elhibázott, mert bezárja őket egy olyan lakásosztályba, ahonnan soha nem tudnak majd tovább és feljebb lépni. Miután a forint alapú kamatkedvezményes lakáshitelezést gyakorlatilag megszüntették, a Gyurcsány kormány annak pótlására teljesen szabályozatlanul elengedte a deviza alapú jelzálog hitelezést. Engedték azt, hogy a bankok hosszú távú jelzálog hiteleket helyezzenek ki, és ezeket a lehetőségeknél kockázatosabb, rövid távú forrásbevonással fedezzék, miközben a bankok a rövid távú forrásszerzés kockázatait egyszerűen átterhelhették az ügyfelekre. Hasonlóképpen a deviza alapú hitelezés állami szabályozása, ellenőrzése is gyenge volt, így valósággal beterelték a lakosságot a deviza alapú hitelezésbe. Nem figyelmeztették a hitelfelvevőket kellő súllyal a komoly kockázatokra. Az alacsony nemzetközi kamatszintek miatt sokkal olcsóbbá vált a devizába való hitelfelvétel, mint a forintban történő eladósodás. Ez csak tetézte, hogy 2006 őszén a Gyurcsány kormány különadót vetett ki a támogatott forint hitelekre. Noha 2008-ban kirobbant nemzetközi pénzügyi válság mindenki számára nyilvánvalóvá tette, hogy a korábbi évek elhibázott gazdaságpolitikájának következményeként hatalmas lakossági devizaadóság teher alakult ki, a gazdaságpolitika formálói a bajnai kormány idején is elmulasztották a szükséges intézkedések megtételét. Így az új kormány 2010 nyarára nagyon súlyos helyzettel szembesült, amit jól érzékeltetnek az alábbi adatok. A lakosság devizahajtal adósságának állománya 2002 második negyedévében, tehát az első Orbán kormány tevékenységének utolsó hónapjaiban 216 milliárd forint volt. 2010 második negyedévében, a második Orbán kormány tevékenységének első napjaiban viszont már elérte a 7348 milliárd forintot, ami több mint 34-szeres növekedés, és ennek döntő hányada több mint 90%-a svájci frank alapú hitel. 2010 nyarára a devizahitelek aránya a háztartások hitelportfóliójában 69%-ra emelkedett, szemben a 2002-es 15%-kal. A hiteltörlesztő részletek pedig a háztartások rendelkezésére álló jövedelmének már 13%-át tették ki, szemben a 2002-es 5%-kal. A Nemzeti Reformprogramba szereplő kimutatás szerint 2010 végére 117 ezer lakossági jelzáloghitel szerződés volt 90 napon túli késedelemben, melynek összértéke közel 700 milliárd forintot tett ki. A szerződések mögött mintegy 100 ezer lakóingatlan áll. Most tisztelt képviselő hölgyek és urak, rátérnék arra, mit tett eddig a kormány azért, hogy a probléma ne ismétlődjön meg újra. Az új kormány 4 egymásra támaszkodó lépésben azonnal hozzáklátott a helyzet orvoslásához. Első lépésként megakadályozta a probléma további mélyülését és újratermelődését. Második lépésben időleges védelmet nyújtott a kilakoltatás ellen a bajba jutott adósoknak. Harmadik lépésben az ügyfelek érdekeit erősebben védő pénzügyi szabályozási elemeket vezetett be. Negyedik lépésként pedig hozzákezdett az érintett szereplők arányos tehervállalására építve a probléma rendezéséhez szükséges tartós megoldás kidolgozásához. Az első lépés, és talán a legfontosabb, annak megakadályozása volt, hogy a helyzet ne súlyosbodjon tovább.
Ezért a kormány elrendelte, hogy 2010. augusztus 14-től kötött deviza alapú kölcsönszerződés esetében természetes személy tulajdonában álló ingatlanra vagy tulajdoni hányadra jelzálogot bejegyezni nem lehet. A második lépésben a kormány időleges védelmet nyújtott a kilakoltatás ellen bajba jutott adósoknak, hiszen számos esetben hosszú ideig tisztességesen törlesztő hiteladósok kerültek nehéz helyzetbe önhibájukon kívül. Ezért az országgyűlés előbb arról döntött, hogy 2011. április 15-ig a tényleges kilakoltatással fenyegetett lakáshitelesek, akik tehát lakhatásukról nem tudnak gondoskodni, ideiglenes haladékot kapjanak lakásuk kiürítésére. A törvény módosítás értékesítési moratóriumot is elrendelt 2010. december 31-ig, majd ezt az országgyűlés meghosszabbította 2011. április 15-ig. További lépésként az országgyűlés a moratórium újbóli meghosszabbítását rendelte el 2011. július 1-ig. Lényeges változás azonban, hogy a korábbi moratóriumokhoz képest ez a moratórium az úgynevezett szabad felhasználású deviza alapú jelzáloghitelekre, amennyiben azok nem lakáscélűak, már nem vonatkozik. A kilakoltatási és árvezetés moratóriumok hangsúlyozottan ideiglenes jelleggel az otthonok elvesztéséből származó társadalmi problémák kezelésében nyújtanak segítséget addig, amíg a komplex adósmentő javaslatok nem válnak véglegessé. A kilakoltatási moratóriumok célja az esetlegesen kialakuló szociális problémák ideiglenes kezelése, de semmiképpen nem lehetnek tartós megoldások. A kilakoltatási moratóriumok hosszú távú fenntartása ugyanis nagy mértékben rontja a fizetési fegyelmet, egy határon túl megkérdőjelezi a banki fedezetek értékét és a hitelek folyósítását, végső soron az emberek lakáshoz jutását, a gazdasági növekedés veszélyezteti. Harmadik lépésben 2010 őszén a kormány és az országgyűlés az ügyfelek érdekeit erősebben védő pénzügyi szabályozási elemeket vezetett be. Ezek közül csak a legfontosabbakat említeni. Az egyoldalú szerződésmódosítás tilalma az ügyfél számára hátrányos esetekben. Ez a lépés szakít az adósokat váratlanul nehéz helyzetbe hozó korábbi előnytelen gyakorlattal. Az önkényes kamatemelés tilalma a lakáshitelek esetén. Ez az intézkedés védi a hiteleseket a rövidtávú pénzpiaci hullámzásoktól, a hitelezőket is a hosszú távú forrásszerzés irányába tereli. A tartós fizetésképtelenség beálltát követően minden büntető kamat, késedelmi kamat, egyéb extra díj és költség felszámításának tilalma. Az államiséget csékkák a laleset hiteleknek.
csoportra kell ráncsentni, amely előbb ebbre ható látik, mi a okolültek kerülészek nehézben egyszer példa családdal a gyanakadban, a ság gazdasági vált, mi a gyik egyinti vagy meső egy keresztet elveszte hely a munkét. Állam az A kifannak tette, ez ilyen az előbb, így állt, szociális és